A krízis helyzetben levő embertársak megsegítésére jött létre 10 évvel ezelőtt a telefonos szeretetszolgálat, mely először az erdélyi református egyházkerülettel együttműködésben kezdte meg tevékenységét, majd önállósult és terjeszkedett, sokféle kezdeményezés és program által nyújtva segítséget a rászorulóknak. A krízisben lévő embernek két ismérvét láttuk az előző 10 évben, vagy ismertük fel. Az egyik, hogy beszűkül a látóköre, tehát bajban van, nem tud gondolkodni. Ez ismerős, gondolom mindannyiunk számára. A másik pedig, hogy a kért segítségre nem egy hét múlva vagy egy hónap múlva van szüksége, hanem például élelem vagy gyógyszer esetében aznap. Tehát élelem vagy gyógyszer esetében aznap szüksége van a segítségre. És én erre kerestem, először alternatívát kerestem önkéntesként, hogy olyan szervezetben dolgozhassak, ahol ez működik, hogy akár aznap kiszállunk. És miután én ezt a magam életében, persze szűk látókörével nem találtam meg, arra gondoltam, hogy akkor kellene egy ilyet előkészíteni és egy ilyet létrehozni. Idős, beteg emberek ismerték meg és hívják mai napig a telefonos szeretetszolgálat számát. Hajléktalanok és nehéz körülmények között élők ülnek ünnepi asztalhoz évente az adventi szeretet vendégségek alkalmával. Nyaralási lehetőségekhez nem jutó gyermekek kirándulnak a szervezettel, évi rendszerességgel, és újabban, a telefonos szeretetszolgálatnak köszönhetően egészségügyi kivizsgálásra érkező vagy családtagjaikat kórházba kísérő személyek kapnak néhány napra ingyenes szállást Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Rengeteg emberen segíthettünk, hála Istennek, és ehhez mérten rengetegen segítettek bennünket. Ennek köszönhetően van ez a szolgálat, ez már egy szint. És az újabb és újabb tevékenységek, újabb és újabb önkéntesek, most például 43 önkéntesünk van, jelzi, hogy nem csak hogy van, hanem növekedés van. Azt gondolom a menedékszoba programunk a legújabb, jelzi leginkább azt, hogy csiszolunk, finomítunk, próbáljuk a lehető legjobban személyre szabottá tenni ezt a munkát ebben a szolgálatban. És nagyon örülök annak, hogy a fókuszban a rászoruló maradt. Tehát nem valami pályázat, vagy nem valami egyéb tényező, ami minket visz jobbra vagy balra, hanem azt néztük meg, hogy a betelefonálóink közül mire van a legnagyobb igény. Itt tart most a telefonos szeretetszolgálat, és az egyik legnagyobb eredmény számunkra az, hogy közösségként tudtunk ebben a munkában megmaradni. A telefonos szeretetszolgálat Marosvásárhelyen és Kolozsváron működtet irodát, ez utóbbi helyen új székházban, amelynek része a június 1-től igénybe vehető menedékszoba is. 43 önkéntes és nagyon sok önzetlen támogató segíti az egyesület munkáját. Sokat fejlődött az elmúlt 10 évben a szeretetszolgálat, a továbbiakban pedig nagyobb tervekkel egészíteni ki a jelenlegi programokat. Az őszinte segíteni akarás, a támogatói kedv esetükben személyről személyre terjedt. Így vált lehetővé, hogy az egyesület szinte teljes egészében adományokból építkezett, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a közösség saját erejéből segítse nélkülöző tagjait. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy 200 lej havonta egy bármennyire is kicsi vállalkozás, bármennyire is az út elején vagyunk, az nem egy olyan összeg, amit nem tudnánk kigazdálkodni, hogyha valóban szeretnénk segíteni. És innen indult az egész, és amikor többet tudtunk segíteni, akkor jeleztük Norbinak, hogy tudunk segíteni többet. Sose volt olyan, hogy akkor szeretnék többet, vagy kevesebbet. És én még egyszer hangsúlyozom, ma mindeneket nem úgy vagyok itt, mint támogató, és amivel tudtunk segíteni, vagy másokat is rábírni erre, azt örömbe tettük, hanem úgy, mint ennek a két fantasztikus embernek a barátja, és valóban azt mondom, hogy az, amit itt csináltok nap, mint nap, és az egész család körül, hogy építettétek el, honnan indultatok, és hol tartotok most, hol tart ez a szolgálat. Ha nézem azokat a fényképeket, hogy milyen csodálatos emberek vannak ott, elgondolom azt, hogy évek óta készülök én, tudod nagyon jól, hogy egyszer majd én is eljövök egy délután, ugye? A kedves feleség hívakod, ugye? A legnagyobb kincs, amit ma talán valakinek adhatunk, az a saját időnk. És én erre nagyon nem vagyok büszke arra. Nagyon könnyű most egy aránylag jól menő vállalkozásban azt mondani a pénzügyes kollégának, hogy akkor X-et utaljunk át havonta. Mert ez egy picit odafigyelünk, máshol megspóroljuk, és akkor oda tesszük. De az, hogy a saját időnkbe adjunk valamit, elmenjünk oda, támogassunk egy szolgálatot, részt vegyünk benne, még hogyha nem is heti rendszerességgel, hanem nem tudom, fél évente egyszer, nem mondjak nagyobb számot. Az lenne az igazi család. Tehát én akkor lennék nagyon elégedett és büszke magamra, meg a családomra, meg
hogyha el tudnék jönni fél évente ide. Nagyon ritka az olyan szervezet Kolozsváron, aki nem tesz különbséget a különböző szociálisan érzékeny kategóriák között, és ehhez ismételten csak gratulálni tudok. És ami a következő periódust illeti, természetesen biztosítani szeretném önöket arról, hogy amit tőlem telhetél, ezt mindenképp meg fogok tenni azért, hogy tevékenységük fejlődjön, és köszönöm szépen, hogy meghívtak, élni fogok én is a lehetőséggel, nem szeretnék határidőket belőni most ezen a sajtótájékoztatom, de mindenképp megtiszteltetés lesz számomra az, hogyha eljöhetek egy péntek délután, és én is részt vehetek az önök tevékenységében. A telefonos szeretetszolgálat bárki számára elérhető, nemtől, nemzetiségtől, vallási hovatartozástól és bármilyen társadalmi besorolástól függetlenül. Sajó Norbert, a telefonos szeretetszolgálat alapító ügyvezetője most itt van a stúdióban. Szervusz Norbi! Szervusz Enikő! Köszönöm, hogy eljöttél, és Isten éltessen benneteket sokáig. Talán 10 évvel ezelőtt beszélgettünk még itt a stúdióban, elkezdődött ez az egész történet. Én olyan jelenetekre is emlékszem, amikor az utcán állva osztogattátok ezeket a kis névjegyeket, ami rajta volt a szeretetszolgálat telefonszáma. Hát azóta nagyon sok minden változott, azóta már nem kell annyiszor elmondani a telefonszámot, hiszen nagyon sokan megismerték. Igen, a legszerencsésebb az, amikor már egyik ember szól a másiknak, hogy felhívtam a telefonos szeretetszolgálatot, segítséget kértem és segítettek. Nyilván, hogy a segítség az a mi fejünkben az, hogy valaki elmegy és konkrétan megteszi azt, amire a másik kéri, de hogy a segítségnyújtás ennél sokkal tágabb fogalom, legalábbis a munka végzése során erre döbbenünk rá, mert hogyha valakit visszahívtunk és elmondtuk, erre is volt példa, hogy nem tudunk segíteni, meghalad, de ebben is ebben végigkövettük az ő helyzetét, idáig értünk ebben, és ezen a ponton mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni ebben most segíteni, akkor a beszélgetések java ilyenkor nem úgy záródik, hogy ránk csapja a telefont, hanem megköszöni a segítséget. És elmondja azt, hogy egyáltalán valaki más is gondolkodott az ő helyzetén, ez milyen nagyszerű dolog számára. Úgyhogy sokkal tágabb fogalom a segítségnyújtás, mint ahogyan mi fehéren-feketén látjuk. Segítséget kér a szomszéd, segítettünk vagy nem. Ez a mi értelmezésünk. De a bajban lévő ember a legkisebb odafigyelést is nagyon tudja díjazni. Emlékszel arra, hogy mi volt az első hívásotok? Kitől jött és miben kért segítséget? Hát, hogy pontosan az első volt-e, azt nem tudnám biztosra állítani, de az elsők között volt mindenképpen talán az első, második, harmadik. A református kollégium egyik nevelőnője hívott fel bennünket, és szükség lenne a kollégiumban egy lázmérőre. És már akkor megértettük, megéreztük mindannyian, 4-5-en voltunk akkor ebben a munkában, hogy eljutott az üzenetünk. Tehát ez nem egy lelkigondozó szolgálat csupán, arra is volt bőven lehetőség és mód a 10 év alatt, hogy emberek felhívtak és nem fették fel a személyüket, elmondták egy panaszukat, egy nehézségüket és tanácsot kértek. És akkor mentünk a lelkigondozó szolgálat vagy a lelkigondozás szabályai szerint tovább a beszélgetéssel, nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy felfedje a kilétét, de ez az első, második, harmadik, körülbelül ide tudnám bemérni azt az első hívást. Pont erre virágított rá, hogy az emberek megértették, hogy ez valami nagyon gyakorlatias, ez valami olyan, ami lehetőséget ad arra, akár, hogy kiszálljunk. És a pillanatnyi problémákat igyekszik megoldani. Nagyon szépen fogalmaztatok ott a sajtótájékoztatón, és azt mondtad, hogy megpróbáltuk együtt gondolkodni a krízisben levőkkel. Nos, mit jelent ma, 2019-ben ez az együtt gondolkodás? Hát időt. Mindenek előtt időt. Hogy oda tudom-e az agyamat szánni, az időmet. Néha le kell ülni, és ahogyan te is teszed egy írószerrel és egy papírral a kezembe, hogy ez a helyzet, ha én most ebben lennék, vajon merre, hogyan zörgethetnék, hogyan kopogtathatnék. Egyszer felhívott egy elkeseredett nagymama bennünket, hogy az unokáját Bécsben kezelik, éppen Kolozsvárról hívott, és a kórházi ott léte több 100 euró az ágy rész napjára, és hogy tudnánk ebben segíteni. Mi a 10 év során azt mondhatom, hogy soha nem vállaltunk részt de facto kórházi kezelés kifizetésében, albérlet kifizetésében, vagy valamilyen kölcsön, vagy részlet, vagy fogyasztás, mert azt mondtuk, hogy jó, ha ezt megtesszük egyel,
utána milyen alapon zárkózzunk el mások elől. Ez viszont nem mentett fel, még ez sem az alól, hogy átgondoljuk, hogy mi ebben a helyzetben mit tennénk, hová fordulnénk még segítségért. És eszünkbe jutott, hogy nagyon jó lenne ott gyűjteni, abban a környezetben, ahol ezt a tarifát megszabták, tehát Ausztriában, az ausztriai közösségben. És eszünkbe jutott, hogy van egy evangélikus luteránus püspökségünk itt Kolozsváron, jó nyelv érzékkel, jó német nyelvtudással is, talán még súlya lehet annak, ha egy evangélikus luteránus püspök egy ajánlólevelet ír az ottani gyülekezetek egyházak számára. És a nagymama megfogadta a tanácsunkat, elment, kért egy ilyen ajánlólevelet, és ennek nem tudjuk még pontosan felmérni, hogy mennyi hozadéka volt, de egyről visszajelzett. Egy ottani lelkésznő a szívére vette az ügyüket, és rendszeresen látogatta a lányát a kórházban. Úgy gondolom, hogy ez a fajta együttgondolkodás, ami néha nem azt a gyümölcsöt szüli, amire mi számítunk, vagy amire mi emberileg gondolnánk. De mindig, én azt gondolom, hogy ezt merem állítani, hogy mindig van valamilyen eredménye annak, hogy oda teszem valaki mellé magam, és együtt haladok vele egy ideig az úton, együtt gondolkodom vele. Elmaradhatatlanul megjön az eredménye. Tehát végül is személyes kapcsolatokra épít ez a segítségnyújtás, és egyik embertől a másikhoz terjedő információk által. És személyes kapcsolatokon túl a személyes tapasztalatokra. Tehát azt, hogy én is voltam rászoruló, nekem is jól esett, ha valaki felén fordult és segített. A megoldás, mindenki azt mondja el, amire tulajdonképpen szüksége van, de oda sok mindenki segíthet el. Gondoljunk csak az életünk egy-egy nehezebb pillanatára. A megoldás legtöbbször nem egy embertől vagy egy szervezettől jött, hanem nagyon sok kicsi segítő szándék segítette el a megoldásra. Hát egy ilyen kis segítő szándék szeretne lenni a telefonos szeretetszolgált, aminek valóban az első mottoja az volt, hogy gondolkodjunk együtt, és olyan szépen formálódott velünk együtt a logó, formálódott velünk együtt a mottó, és mára már kinőtte magát a mottónk is, és az a mottónk, hogy a megoldás helyben van. És döbbenetes, hogy a megoldás legtöbbször ott hever a rászoruló ember lábánál. Csak már annyira el van fáradva, annyira kimerült, annyira megviselt, hogy nem látja. És segítenünk kell a látásban, és hogy megragadja a mellette lévő lehetőséget. Telefonos szeretetszolgálat ugye ezzel indult, hogy elsősorban hívásra próbált segítséget nyújtani a krízisben, krízis helyzetben levőknek, de utána nagyon kinőtte magát. És ma számos olyan nagy projektetek van, amelyet rendszeresen megszerveztek, és amely nagyon sokaknak próbál segíteni ilyen vagy olyan formán. Hát csak gondolkodom az eszközökön, hogy az első fényképezőgépünk akkor lett meg, amikor egy hollandiai szervezet élelemmel látott el bennünket, tehát lehetővé tette azt, hogy élelmet vigyünk rászorulóknak, és kérték a fényképes beszámolót. És mi akkor szembesültünk ezzel, ugye a mobiltelefon még nem állt 10 évvel ezelőtt azon a szinten, hogy flottul lehessen előkapni, és akár fényképezni is vele, és akkor kértünk egy támogatótól egy fényképezőgépet. És aztán lett autó, lett mobiltelefon, annak megfelelően, hogy éppen mire volt szükség, és ez pont így érvényes a programjainkra is. Mivel nem pályázatból indultunk ki, hanem a betelefonálók szükségéből, ezért mindig elgondolkodtunk a rászorulóval együtt vagy párhuzamosan azon is, hogy hogyan bővíthetnénk az eszköztárunkat. És nagyon sok olyan helyzet jött elénk, hogy a rászoruló családban ott volt a rászoruló gyermek, akire jó lenne odafigyelni, és így született a gyerektábor ötlete. Az adventi szeretett vendégség, hogy ezt a sok betelefonálót, akik felhívnak bennünket, nem tudnánk összehívni egy évben egyszer, hogy lássuk is egymást. Adventi szeretett vendégség. Rengetegen ajánlanak fel bútort, elektronikai cikkeket, játékokat, ruhákat, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni, mert nincs raktárhelyünk. Most azon gondolkodunk, hogy hogyan alakíthatnánk ki egy raktárhelyiséget. Idősekhez elmenni, felolvasni, nagyon sokan jelezték, hogy gyengén látók, a Bibliát már nem tudják úgy forgatni, de szívesen vennék még a bibliai üzenetet. Akkor rájuk mérve néhány évvel ezelőtt volt egy felolvasó programunk. Tehát tényleg abból kiindulni, amire szükség van, amire igény van a telefon
másik végéből. Valóban voltak ilyen nagyon kis, azt mondanám, hogy apró kezdeményezések, holott nagyon sok minden van ezekben, és nagyon sok szeretet főleg is rá odafigyelés. Na, milyen volt az a kenyér program, akció, a kenyér akció, a szemüveg akció, igen. Vagy amikor diót szedtetek a tavaly. A Dejó program. A Dejó program. Szóval az is abból született, hogy gondolkodtunk, ott a menedékszoba, jól működött nyáron, jön a tél, nem drágítanánk, meghagynánk három, az első három napot ingyenessé hagynánk, és a negyediktől 20 lej, de hát jön a téli szezon, fűtenünk kell. Hogyan oldjuk ezt meg? Hol találjuk meg ennek a keretét? És elmentünk diót szedni a nyárád mentén, megtörtük, megpucoltuk, és egy kolozsvári cukrászda átvette tisztességes, becsületes áron, és mégis megkíméltük, és megóvtuk az amúgy is meggyötört lelkeket, embereket, akik orvoshoz, nővérhez, patikába, mindenhez ott hagyják a kicsi pénzüket, legalább a szálláson ne kelljen. Nem is tudom, hogy melyik szálon folytassam, mert annyi kérdés gyűl a fejemben, de talán ott kellene, hogy akkor idősrendi sorrendbe menjünk, hogy Kolozsváron tevékenykedtetek jó néhány évig, aztán néhány éve átköltöztetek Marosvásárhelyre, mert ott befogadóbb közösségre találtatok? Igen. Igen, ezt kell mondanom, lehet ezt szépíteni, de gyakorlatilag Kolozsváron nem tudtunk úgy gyökeret ereszteni, mint ahogyan most Marosvásárhelyről Kolozsvára. Tehát egy ilyen nagyon furcsa, de én örülök ennek, tehát ezek azok, amit már nem az ember irányít, és nem az emberi elképzelés. Az én fejemben ez az egész sokkal simábban állt össze. Egy kicsit bonyolultabban alakultak a dolgok, de ennél összetettebbé és ennél izgalmasabbá vált az az út, ami, ha nem így alakult volna, lehet, hogy ez a 10 év egy fárasztó, elfásult, vagy éppen a megállás idejét jelezni. Így meg most vagyunk virágzásban. Így van, mert közben vissza is jöttetek Kolozsvárra, úgyhogy új székházba költöztetek, és most már itt is megnyitottátok a menedékszobát, ami szintén nagyon nagy segítség tud lenni azok számára, akik más településekről érkeznek kórházba, egészségügyi kivizsgálásokra. Marosvásárhelyen 1 éve működik. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Igen, ez egy nincstelen, hajléktalan szolgálat. Tehát bennünket befogadott az egyház egy ideig, befogadott az RMDS egy ideig, és aztán el kellett gondolkozunk, hogy hogyan tovább, mert a végtelenség ezt nem lehet így. És támogatók mellénk álltak, és úgy gondolom, hogy rögtön válaszoljak is a kérdésedre, most a mi felelősségünk, feladatunk mások mellé állni, akiknek egy-két éjszakára átmeneti módon, krízisben, és ez a hívószó, ami tulajdonképpen összeköt minden programunkat a szolgálattal szervesen. Tehát olyan embereket fogadjunk be, és adjunk hajlékot olyan embereknek, akik krízisben vannak. Marosvásárhelyen 1 éve, most már több mint 1 éve működik, és 50%-os kihasználtsággal működött úgy, hogy májustól decemberig mértük. Még a decembertől mai napig terjedő mérés még nem végeztük el, de hogy gyakorlatilag fél év alatt 50%-os kihasználtság az azt jelenti, hogy szinte teljes kihasználtság, mert hogy nem tudtuk az egész évet lefedni objektívok, technikai okok miatt, mert ugye mindent ki kellett alakítani. Itt Kolozsváron is jó pár hetet igénybe vett, hogy az ágy, hogy a meleg-hideg víz, hogy a fürdő, hogy a mosási lehetőség. Tehát ezt szeretném leszögezni, hogy ez nem azért ingyenes, mert ez egy koszfészek, vagy ez egy valamilyen kétes, sötét zugában van a városnak. Hát itt láthatták a nézők, a riportban is mutattunk néhány felvitelt a szobáról, hogy tényleg nagyon szép, tiszta, otthonos. Igen. Ehhez mértem viszont nagyon jól berobbant Marosvásárhely. Igazából hirdetjük, de mindig azt látjuk, hogy oda kerülünk vissza, hogy az emberek ajánlják, és így megy legjobban híre ennek a dolognak. Úgyhogy igazából már többször megtörtént az, hogy vissza kellett mondjunk foglalást, mert már valaki volt benn. Ez számunkra boldogító is, meg elszomorító is. Boldogító, mert azt jelzi, hogy élet van, és a falak önmagában semmit nem érnek, hogyha nincs benne élet. Úgyhogy mindig, amikor elmegyek éjszaka, van egy éjszakai rádiós műsorom, és amikor megyek hazafelé, benézek és látom, hogy ég a villany, nagyon hálás vagyok. Ez egy éjjel-nappali szolgálattá vált a menedékszobában. Ez van Vásárhelyen. Kolozsváron pedig már 3 személy jelezte, hogy jönne. Két hete nyitottátok meg, ugye? Különböző időpontokban, egész június végéig beütemeztük őket, úgyhogy
jó reménységgel nézünk elé. Azt gondolom, hogy itt még jobban be fog ez indulni, mert azért Kolozsvár még inkább egy gyűjtőpont az egészségügyi ellátásban résztvevők számára, tehát Párciumból is, és Székelyföldről is szép számba jönnek. Már van egyébként egy üzletember, aki afelől érdeklődött, hogy a vásárhelyi, a kolozsvári menedékszobát nem lehetne kiterjeszteni Budapesttel. Van-e erre, nézzünk utána, gondoljuk meg jól, van-e erre igény Erdély részéről, hogy Erdély magyaroknak legyen ott egy szobája, amit igénybe vehetnek ugyanazokkal a feltételekkel, amivel Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Én úgy gondolom, hogy ha erre igény van, akkor meg fog történni, ha nem, nem. Ilyen egyszerű a dolog. A többi tényező az időkérdés csupán. A támogatók is úgy jönnek sokszor, ugye, hogy egyik hozza a másikat. Igen. Ajánlással megyünk már legtöbb helyre. Tehát az, hogy bemegyek egy 1000 idegenhez, bekopogok. Általában a titkárnő, a legnagyobb szűrő, ők azok, akik jelzik, hogy hát majd e-mailben írjuk le, amit szeretnénk. Ez nem tűnt a leghatékonyabbnak. Viszont valóban a 10 év, azt hiszem, hogy az egyik legszebben itt látszik meg a 10 év tapasztalat, hogy már egyik támogató ajánl be a másikhoz, elmegyek beszámolni az előző év tevékenységéről, és azt mondja, nagyon jó, van egy ötletem, menj el, keresd meg őt, most felhívom, kérek egy időpontot neked, és csak el kell menni. Nagyon sokszor nyitva az ajtó, csak be kell lépni, ez az érzésünk. Ez az, ami számít, hogyha már valamit föl tudsz mutatni, vagy mire tudnak érzékenyen reagálni azok, akik segíteni tudnak, és segítenek is az utóbbiakban? Leginkább azt látom, hogyha megvan a mögötted az az érzés, hogy amiről beszélsz, abban van tartalom, és valóban megtörtént az, amiről beszélsz, akkor ennek van egy bizonyos ereje, és az átüt, ezt megérzik. Megérzi a rászoruló, és bizalommal fog hívni, mert még történtek csodák ebben a szolgálatban, és megérzi a támogató. Megérzi, aztán még utána is érdeklődik, ez egy második kör, hogy a megérzése vajon jó vagy nem jó, rákérdez, utána néz, megnézi, kik még a támogatók a kártyán, és körbe telefonálja. És én ezt csak értékelni tudom, hogy az emberek ennyire tudatosak. Járnak le a perceink, de azt semmiképpen nem hagynám ki, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztok. Most szinte végül is egész hétre és minden napra kiterjed a munkátok, mert ugyan a telefonszámot pénteki napokon, mármint a telefonhívásokat pénteki napokon fogadjátok, de annyi mindennel foglalkoztok, folyamatosan meggyőződésem, hogy már most szervezitek a gyerektáborokat a nyárára, meg javában, meg nagyon nagy terveitek vannak a jövőre vonatkozóan is. 43 önkéntesetek van, hogyha jól értettem. Igen. És közben azt mondjátok, hogy szükség lenne többre is, tehát toboroznátok embereket. Mi az, ami segíteni a munkátokat a továbbiakban? Ha van olyan személy, ki az? Inkább meghúznám a profilját az ideális önkéntesnek, a telefonos szeretett szolgált értelmében. Ha van olyan személy, akinek van heti 6 órája arra, hogy bejöjjön, ott legyen, szétnézzen, feladatot vállaljon, vagy akár beüljön a telefonvonal mögé. Azt hiszem, most jutottunk el oda, hogy nagyon szeretnénk megnézni azt is, hogy ki ül a vonal mögött. Mert sokan jelzik azt, sértődés ne essék, hogy ő szeretne ügyeletezni, de lehet, hogy nem ő a legmegfelelőbb személy rá. Hangban, empátiában, türelemben. Egy 5 órás intenzív telefonos ügyelet bizony megköveteli a türelmet is. Lehet, hogy lelkesen le lehet ülni, de 1-2 óra után már, ha az ember fáradt, már észre sem veszi, hogy válaszol. Mert hogy szellemileg is igénybe veszi. Így van, és azért az a pont, hogy felveszi a telefont az illető, és azt mondja, hogy telefonos szeretett szolgált, miben segíthetünk. Én mindig elmondom, hogy ez már egy segítség. Ne abban mérjük, hogy vittünk-e élelmet, gyógyszerre van-e pénzünk, hanem abban, hogy felvetted a telefont, és beköszöntél egy élő emberi szóval. Erre keresünk embert, és ha valaki úgy érzi, Kolozsváron péntekenként van 6 órája, vagy Marosvásárhelyen csütörtökönként van 6 órája. Legnagyobb szeretettel várjuk. Kívánjuk, hogy megtaláljátok azokat az embereket, akik a legmegfelelőbbek erre a tevékenységre, és hogy sikerüljön megvalósítani még nagyon sok mindent, amit elképzeltek, mert úgy tűnik, hogy nagyon jó volt eddig is mindaz, amit tettetek a rászorulóknak. Mi is köszönjük szépen, Enikő, 10 év múlva találkozunk még itt. Hát remélem, hogy még közben is, de visszavárunk 10 év múlva is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Normi.